1989. október 23-án a legfontosabb ünnepi helyszín már a Duna másik partja volt, a Kossuth téren. Az országgyűlés elnöke az országház erkélyéről ekkor jelentette be, hogy országunk államformája és neve Magyar Köztársaság. A harmadik köztársaság legfontosabb viszonyítási pontja éppen 1956 volt. Hatályba léptek az alkotmány teljes mértékben átalakító módosítások, létrejöttek a demokratikus intézmények, több pártrendszer alakult ki, minden korábbinál szabadabb lett a sajtó. Gazdasági gondok, szegénység, de egyúttal általános reménykedés jellemezte a közhangulatot. Ma már sokan bélyegzik naivitásnak, mégis őszinte és sok szempontból tulajdonképpen reális volt az érzés, hogy Magyarország végre méltó helyére kerül. Csatlakozik Európához, hazatér a demokratikus nemzetek közösségébe, ahová mindig is tartozni kívánt. A ma hatályos alaptörvény szerint az államforma ugyan továbbra is köztársaság, de az ország hivatalos nevében már nem szerepel ez a kifejezés. A hétköznapokban nyilvánvalóan mindannyian Magyarországként emlegetjük hazánkat, ám a szavak, mint tudjuk, komoly ereje van. A köztársaság kifejezés arra utal, hogy a haza olyan hely, ahol a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ahol a bőség kosarából mind egyaránt vehet. Vagy legalábbis ez a cél, ez az érvényesíthető jog, ez a közösen vallott akarat. A köztársaság kifejezés hátrasorolása az e célok iránti elköteleződés meggyengülését jellemzi. Ha a köztársaság, amelyet tehát ezen a napon kiáltottak ki, jelentőségét veszti, akkor a haza ügyeibe való beleszólás kevesek előjogává válik.